Na, hát akkor még egyszer végtelen szeretettel köszöntelek titeket, és köszönöm a jó megoldásokat, a jó tippeket, ezzel megkönnyítettétek a helyzetemet ma délelőtt. Ami azt illeti, én nem nagyon örülök annak, hogy ez a két név jutott nekem. Tehát így nem tudom, hogy a Larry ilyen sorsot húzott, hogy ki milyen neveket kapjon, vagy lehet, hogy az időbeosztástól függött, hogy ki mikor ért rá így tanítani, prédikálni. És nem azt mondom, hogy Istennek mind a két neve teljesen ismeretlen a számomra, de talán ez a két név kevésbé ismert, mint Istennek más nevei. Úgyhogy tény az, hogy ezzel a két nevével Istennek én személyesen sokat küszködöm. Tehát nem volt könnyű dolgom. És az is tény, hogy Istennek ezek a nevei nem olyanok, mint az ilyen emberi nevek. Ugye engem Norbertnek hívnak, ez állítólag valamilyen germán eredetű szó, Nordherzből fakad mondjuk, az északi fény, nem tudom, ezt olvastam valahol. Hogy más hallottál? Nem. Jó. És rám néztek, és látjátok azt, hogy északi fényhez, tehát ilyen sok közöm nincs. A szüleim ezt a névválasztást valószínűleg eléggé alaposan elpuskázták. De hát még mindig jobb, mint hogy a fekete lyuknak kereszteltek volna el, vagy nem tudom, Beelzebubnak, vagy valami ilyesmirek. A másik nevem, a családnevem az Izsák. Ugye? És van egy jó ismerősöm, őt úgy hívják, egy szabad keresztény gyülekezetbe jár, hogy Izsák János, és most tőle fogok idézni, ő azt mondja, hogy az Izsák héberül nevetést jelent, nézzetek rám, én kész röhely vagyok, ezt szokta mondani. Ez talán jobban illik rám, és minden együttérzésem hajnalkának, aki megpróbál ezt lefordítani, de hát ezzel már inkább tudnék azonosulni. Tehát nem olyanok Isten nevei, mint mondjuk van egy hörcsögünk, úgy hívják, hogy Maszatka, vagy emberek szoktak ilyen neveket adni a gyermekeiknek, hogy Kovács Lucília del Santos Angyalka, és hát ilyenkor a szülőknek a reményei, a vágyai mind összpontosulnak a gyereknek, vagy azért, hogyha nekem már ilyen nyomorúságos név jutott neki, legalább legyen valami elegáns neve, vagy hát ugye, hogyha nem sikerült az én életem, az összes vágyamat és mindent a gyerekbe fókuszálok, hogy hát, ha neki sikerülni fog. Istennél pont fordítva van. Az emberek kitalálnak mindenféle nevet Istennek, és olyanokat, hogy bosszúálló, vérszomjas, pusztító, stb. Gyakran az emberek így gondolnak Istenre, és ilyen névvel is illetik. Vannak ilyen horrorfilmek, abban is szerepelnek ilyenek, meg mindenféle ilyen fantasy könyvek. Ehhez képest, amikor Isten kijelenti saját magát, nagyon-nagyon messzire dobja önmaga kijelentésében az emberek által ráaggatott neveket. Amennyire csak képes rá, már pedig Isten elég erős, úgyhogy elég messzire tudja ezeket eldobni. Amikor saját magát kijelenti, akkor az ön kijelentésének a lényege, hogy Mózesnél olvassuk, ez, hogy vagyok, aki vagyok. Én vagyok a nagy vagyok. Ezt mondja tulajdonképpen Isten. Mit jelent ez? És még mindig nem tartunk itt a konkrét neveknél. Kettőt vissza, igen. Ez először is azt jelenti, amikor Isten azt mondja, hogy vagyok, ez azt jelenti, hogy ő létezik, ő él. Ennyire egyszerű. Nem emberek találták ki, nem emberi vágyak, ahogy szokták időnként magyarázni vallástörténészek és más emberek, hogy hát az emberben mélyen ott él a vágy Isten, vagy valami magasabb lény irán, és akkor létrehoznak egyet. Isten nem kér bocsánatot, azt mondja, hogy én vagyok, létezem. Saját magától fogva van. Független attól az ő létezése, hogy hiszünk-e benne, vagy sem. Ez nem gonoszsága részéről, nem direkt akarja bosszantani az ateistákat, vagy azokat, akik nem hisznek benne. Ez van, és ez egy megkerülhetetlen tény. Az, hogy mi ezzel mit kezdünk az ő létezésével, az a mi dolgunk. Másodszor, amikor azt mondja magáról, hogy én vagyok a vagyok, ezzel azt is jelzi, hogy őt nem lehet emberi keretek közé szorítani. Nincs rá jó név. Bármilyen nevet is aggasztunk rá, az részleges, az csalóka, bizonyos esetekben teljesen félrevezető. Olyan ez, amikor a háromdimenziós képet megpróbáljuk két dimenzióban elmagyarázni, vagy értelmezni. Vagy a színes fényképet fekete-fehér módon. Valami el fog veszni belőle.
sőt, visszaélésre is adhat lehetőséget. Eszembe jut az, hogyha ugye sokszor ilyenkor vasárnap délelőtt rengeteg templomban, imaházban elhangzik, hogy Isten a mi atyánk. Igen ám, de ha mi földi apánk nem volt tökéletes apa, már pedig ilyenből elég kevés van, esetleg nem volt ránk soha ideje, vagy önkényeskedett, megszülethet bennünk az a gondolat, hogy Isten sem tökéletes apa. És az ő atyasága sem tökéletes. Ha azt mondjuk, hogy ő kegyelmes, de korábban csak a kegyelmest olyan szövegkörnyezetben hallottuk, hogy megyek a kegyelmes úrékhoz takarítani mondjuk, akkor mit fog jelenteni a kegyelem? Ő a megfoghatatlan, a megnevezhetetlen, az egyedi, a megismételhetetlen, a kikutathatatlan Isten. Tehát bármilyen nevet aggasszunk rá, még akkor is, hogyha annak a jelentése pontos, egy tökéletes értelemben, itt a Földön közöttünk már egy picit korruptá vált, és nem ugyanazt jelenti, amit Isten szeretne magáról mondani. Ezért ez a legjobb neve, hogy vagyok, aki vagyok. Földi értelemben, földi eszközökkel nem lehet engem körülírni. Tehát amikor a neveiről beszélünk, csak ebben a szövegkörnyezetben tudunk ezekről beszélni. Na most a nagy vagyok, az arról is szól, hogy Isten meg akarja ismertetni magát. Azért jön oda hozzánk, és azért jelenik meg Mózesnek, meg azért jelenti ki magát nekünk a Biblia lapjain, mert van benne egy közlési vágy. Azt szeretné, hogyha az emberek megismernék őt, és úgy ismernék meg őt, amilyen ő valójában. Nem egy ilyen töredezett tükör által homályos képben, hanem olyannak, amilyen ő igazából. És ez a fajta misztérium, ez a rejtélyes Isten, ebben van egy ilyen kíváncsiság felkeltő dolog, hogy gyere! Vannak olyan igék a Bibliában, hogy magamhoz hívom, és a szívére beszélek neki. Gyere, gyere közelebb! Istennek van egy ilyen hívogató része. Ki akarom jelenteni magam, meg akarom ismertetni magam veled. És Isten, amikor ezt a meghívást adja nekünk, akkor nem csak a saját nevét mondja nagy V-vel, hogy vagyok, hanem meg akarom magam ismertetni veled, és itt a veled is egy nagy V-vel van. Tehát Isten értéket tulajdonít nekünk. És azt mondja, hogy vagy annyira fontos. Nem csak egy ilyen kis kétdimenziós lény, egy ilyen kis hangya. Vagy annyira fontos, hogy én meg akarom magam veled ismertetni. Nagyon előttem vannak ilyen gyülekezeti képek. Sok gyülekezetben istentiszteleten megfordultam, és... Hát mindig különbség van a között, hogyha egy méltóság teljes vendég érkezik, mondjuk a, nem tudom, az egyháznak a vezetője, püspöke, pápája, bárki, vagy valaki csak az utcasarokról éppen beesik, mert a szomszéd házban lakik, és misszionárius, és úgy érzi, hogy vasárnaponként istentiszteletre kell járnia. És van egy különbség, ahogy ezekkel az emberekkel foglalkozunk. Ha egy kicsit szakadtabb a ruhája, lehet, hogy arrébb húzódunk, elmondjuk neki, hogy hát épp a mi helyünkre ült le, hát mindig ott szoktunk ülni az írásvetítő mellett, azért mégis. Hogyha a pápa jön el, vagy az egyházunknak a vezetője, vagy fő misszionárius igazgatója, teológiánknak a rektora, vagy akárki, akkor azért hát mi ültetjük oda az írásvetítő mellé, a főpáholyba, a legjobb helyre. És Isten ugyanígy fordul mindannyiunkhoz. Amikor kijelenti magát úgy, hogy vagyok, ez a vagyok mindenkihez szól, egyformán szól. Nincs különbség. Itt ugye a szabad metodista egyháznak a tradíciója között van, hogy a 19. században azért harcoltak, hogy ne legyenek fizetett ülések a gyülekezetben. Hogy akinek több pénze van, meg tudja venni a fűtött padot. Nem fog fagyoskodni télvíz idején a hideg ülésen vagy padon. Tehát értéket tulajdonít nekünk, nagy V-vel írja a nevünket. És az a helyzet, hogy Isten nagyon ismeri a világot. Azt gondoljuk, hogy ez nem így van, de ez így van. Nagyon ismeri a világot, és nagyon ismeri a korlátainkat. És pontosan azért, nehogy félreismerjük őt, persze így is úgy is félre fogjuk ismerni őt egy kicsit, de hogy nehogy félreismerjük őt, ő maga mondja meg, hogy hogyan utaljunk rá, mi az ő természetének a lényege. Ezek az ő nevei. Elmondja, hogy mik a legfontosabb értékek a számára. Éppen azért, nehogy a mi rossz tapasztalataink, a rossz képünk az apaságról, a kegyelemről, a saját tökéletlen múltunk miatt félreismerjük. El akarja mondani, hogy milyen ő. De nem azért akarja mindezt elmondani, hogy szépen lejegyzeteljük a noteszunkba, a
okostelefonunkba, vagy bárhova, és aztán jól elfelejtsük. Épp azért mondja ezeket, hogy még éhesebbek legyünk ő utána. Azt mondja, hogy Isten gondviselő. És hogy mit jelent az, hogy gondviselő? Vajon mit mond el Istennek a természetéről mindez? Megpróbálja felkelteni bennünk a vágyat, hogy jobban, még jobban keressük őt. Vannak olyan emberek, akiket nagyon idegesít az ismeretlen. Ha valamit nem tudnak pontosan körülírni, ha valamit nem tudnak irányítani, kontrollálni. Nekik egy picit tudniuk kell Istenről valamit, legyenek kapaszkodók azért, hogy jobban meg akarják őt ismerni, hogy vonzódjanak jobban hozzá. Másoknak nincs szüksége ilyen kapaszkodóra, őket önmagában az ismeretlen vonza. Egy teljesen új világ. Ők nem akarnak teológiai tudást, mert úgy érzik, hogy az elvesz valamit a nagy vagyoknak a megismeréséből, annak a vágyából. Na most akkor lapozzunk Istennek ahhoz a két nevéhez, ami elvileg ma a fókuszban van. Az egyik a Jáve Citkénu. Én töredelmesen bevallom, hogy nem tudok szinte egy szót se héberül, azt mondom, hogy Shalom. És annak a jelentésében se vagyok biztos, mert a Larry egyszer 45 percen, vagy kétszer 45 percen keresztül magyarázta, hogy milyen jelentéstartalmai vannak a Shalomnak. Tehát ha a Citkénut nem megfelelően ejtem, ezt hát nem tudom, ne rújjátok fel nekem. Magyarul azt jelenti, hogy az Úr a mi igazságunk, és két igét kaptam Larrytől és Pétertől, ahol előfordul ez a szó. Az egyik a Jeremiás 23:6, és azt fel is olvasom. Az ő idejében szabad lesz Júda, Izrael is biztonságban él, és így fogják nevezni az Úr a mi igazságunk. Az alja, igen, igen. És a másik, a Jeremiás 33:15, azokban a napokban és abban az időben igazi sarjadékot sarjasztok Dávidnak, aki jog és igazság szerint jár el az országban. Na most, ha van kedvetek és van otthon Bibliátok, olvassátok el otthon a Jeremiás könyvét. Addig higgyétek el, most nem hazudok nektek kivételesen. A Jeremiás egész könyve, de különösen a 23. fejezet, arról szól, hogy hányszor bántak igazságtalanul Izrael népével. Megtaposták, leigázták, lemészárolták, stb. Stb. De, ami még ennél is fontosabb, hamis pásztorok és hamis proféták irányították a népet. Hamis uralkodók tönkretették az országot. Elnyomták Izraelt, kizsákmányolták őket, és akkor még általános országgyűlési választások se voltak. Szóval hazudtak, loptak, csaltak, ami a csövön kifér. Volt, aki a vezetők, a proféták, a pásztorok közül az igazságra hivatkozott, és azt mondta, nálam az igazság. És ugyanúgy átverte a népet, ugyanúgy tönkretette az országot. Pontosan úgy, mint a rossz pásztorok, azt mondja az ige. A jó pásztornak az a feladat, hogy kivigye a legelőre a nyájat, fejbe kólincsa a farkas, hogyha jönnek a gidákért, meg a nem tudom, bárányokért, juhokért. Ehelyett azonban szépen levágták a juhokat, megfőzték és megették őket. Épp azoknak az embereknek, akiknek Istenhez kellett volna terelni a népet, épp ezek az emberek Istentől eltávolították őket. Hazudtak Istenről. És egyenesen romlásba, kétségbeesésbe terelték a népet. Nem felemelte a szívüket, hanem összetörte a szívüket. Miközben jól ki is fosztotta őket, elszedte a pénzüket, meg mindenüket. És néha eközben még az igazságra is hivatkozta. Azt mondták, ha igazán akarod követni Istent, add nekem a pénzelet, add a templomnak, ennek, annak, az elsőszülött legszebb bárányaidat, mindenedet. És abból ők jól meggazdagodtak és jól éltek. Mit mond erre Isten? Isten azt mondja, hogy én nem ilyen vagyok. Jogosan berzenkedsz, amikor azt hallod, hogy igazság, mert eddig is az igazságra hivatkoztak, és átvertek téged, de amikor én mondom azt, hogy én igaz vagyok, az az igazi igazságot jelenti. Ne keverj engem össze az ő tetteikkel. Én a vagyok vagyok. Én a nagybetűs igazság vagyok. Nem olyan, mint amiről eddig beszéltek neked. Sőt, amikor azt mondom, hogy én vagyok az igazság, azzal azt is mondom, hogy nekem jogom van megítélni, hogy az eddigi tettek igazságtalanságok voltak, rossz dolgok voltak. Együtt érzek veled, bátran jöhetsz hozzám, mert én tényleg az igazság vagyok.
most gyalázzák a nevemet, visszaélnek vele. De eljön az az idő, amikor teljes lesz az igazság. Most még azt sem tudjuk pontosan, hogy mi az igazság, mert korrupt, rossz vezetők összekevertek mindenfélét, és egy rossz rendszerben éltünk. De higgyétek el, egyszer eljön az igazi, a félreismerhetetlen igazság. És ha ma közelebb jössz hozzá, már egy picit belekóstolhatsz ebbe az igazságba. Megmutatom neked, milyen az igaz igazság. De hát mégis mi az igazság? Adódik a kérdés, és pontosan ezt kérdezte Pilátus is Jézus Krisztustól. Mi az igazság? Ha mindig tudnánk, hogy mi az igazság, sokkal könnyebb dolgunk lenne. A probléma az, hogy nem mindig tudjuk. Istennél van az igazság, és ahogyan mondtátok, ő az egyedül igazán ítélő bíró. A mi igazságunk nem közelíti meg az övét, sokszor nincs is jogunk ítéletet mondani, pontosan ezért. Egy dolgot biztosan tudunk az igazságról, amit Jézus kijelent, és ő azt mondja, ha az ő benne hívőknek az igazsága nem több a farizeusok és az írástudók igazságánál, akkor nem mehetnek be a mennyek országába. Tehát, hogyha Jézus Krisztus azt mondja, hogyha a mi igazságunk nem több a farizeusok és az írástudók igazságánál, semmiképpen nem mehetünk be a mennyek országába. Nagyon kemény szava. A farizeusok igazsága a következő dologról szólt. Ha mond valamit a törvény, meg kell tenni. Még akkor is, ha az halállal, pusztulással, romlással jár. Ez Isten igazsága, mondták a farizeusok és az írástudók. Ha valaki bűnt követ, elkövezzék meg. Káromoltad Istent, meg kell kövezni. Dolgoztál szombaton, meg kell kövezni. Nem fizetted be a gyülibe a tizedet? Meg kell kövezni. Halljon éhen, esetleg még az anyukád is, mert inkább a tizedet fizetted be, mint hogy a rád bízottakról gondoskodtál volna, édesanyádról, gyermekedről, stb. Jézus szerint, ezt tudjuk, nem ez Isten igazsága. Ha ez lenne Isten igazsága, akkor azt mondta volna a követőinek, csináljátok pontosan ugyanazt, amit a farizeusok csinálnak és mondanak, és akkor ti igaz emberek lesztek. Jézus azt mondja, hogy az igazság, Isten igazsága ezt bőven meghaladja. Isten igazsága, és ez megint csak ellentmond a saját igazságérzetünknek néha, Isten igazsága azt jelenti többek között, hogy gondoskodunk az elesettekről. Tiszteljük az életet. Könyörületesek vagyunk. A szeretet megnyilvánulásai valamilyen formában Isten igazságának a megnyilvánulása is. A keresztény teológiában sokszor szétválasztjuk ezt a két fogalmat. Van a szeretet, és van az igazság. És attól függően, hogy milyen egyházhoz tartozunk, milyen teológiai meggyőződésünk van, az egyiket alárendeljük a másiknak. Hogy ó, mi csak szeretni akarunk, nem akarjuk az igazsággal összezavarni az emberek fejét. Vagy Isten igazsága a legfontosabb. Ez pusztuljon, hújjon a férgese. Izék, menjenek a kárhozatba, hogyha nem hiszik azt, amit én hiszek. Az én igazságom, az én teológiai meggyőződésem. Isten egész másképp gondolkodik erről. Azt mondja, hogy az ő igazságának a része a szeretetének a megnyilvánulása. A kettőt nem helyezi egymással ellentétbe, hanem átfedésbe hozza. Ha valaki, righteousness inkább, nem justice, a justice az az igazság szolgáltatás, már bocsánat. Tehát, hogy a két dolognál a teljes összhangban van. Azt mondja, hogy Isten igazsága az is, hogy esőt ad a jóknak és a gonoszoknak egyaránt. Ha valaki az ő gyűlölő emberrel jót tesz, akkor igazán cselekszik. Az emberi igazság az diktálna, amit az Ószövetség tanít néhány helyen, szemet szemért, fogad fogért, szeresd azokat, akik téged szeretnek, gyűlöld azokat, akik téged vagy Isten gyűlöli. Jézus Krisztus teljesen eldobja magától ezt a fajta igazságértelmezést. Amikor süteményt viszek a gonosz szomszédnak, aki belerúgott a macskámba, ez Isten igazságának a megnyilvánulása. Amikor ajándékot adok annak a tanárnak, aki egyest adott a gyerekemnek, ez valahol Isten igazságának a megnyilvánulása. Amikor meglátogatom a börtönben azt, aki rosszat akart nekem, vagy rosszat tett velem, és lehet, hogy amiatt került börtönbe, az valahol Isten igazságának a megnyilvánulása.
Amikor Isten azt mondja, hogy az ő neve igazság, nem a mi igazságunkról beszél, az ő igazságáról. Nem azt mondja, hogy az ő neve az, hogy igazat ad nekünk. Hogy bármit is teszünk, legalizálja, vagy legitimizálja azt, amit tettünk. Ő az igazságát akarja nekünk adni, és a mi bátorságunkon múlik, hogy elfogadjuk-e azt, vagy sem. Na hát van még itt egy név, amivel foglalkoznunk kell. Ezt se tudom kiejteni, Jáve Mekidoskán. Péter, hogy mondják ezt? Mekkádes. Mekkodiskán. Pláne. Igen. Most ezt állítólag úgy lehet a legjobban lefordítani magyarra, hogy Isten, ami megszentelünk. Nem? Nem így van? Javíts ki minket. Én csak egy sötétbe tapogatózunk, tükör által. Mekádesem. Na, köszönjük szépen. Ehhez is van két ige, a 2 Mózes 31:12-13. Azután ezt mondta az Úr Mózesnek, így beszélj Izrael fiaival, tartsátok meg szombatjaimat, mert jel ez köztem és köztetek nemzedékről nemzetékre, így tudjátok meg, hogy én az Úr vagyok a megszentelőtök. A másik, a 3 Mózes 20:7-8, szenteljétek oda magatokat, és legyetek szentek, mert én az Úr vagyok a ti istenetek. Tartsátok meg rendelkezéseimet, és teljesítsétek azokat. Én az Úr szentellek meg titeket. Na hát nehéz erről beszélni, több okból is. Az egyik oka ennek az, hogy a jelenlegi társadalom nem nagyon értékeli a szentséget. Tehát nem szívesen hallunk és beszélünk arról, hogy szent valami vagy valaki. Úgy el tudnám képzelni, hogy most újra fut a Való világ, nem tudom hányadik szériája, és a két Való világ hős bent ül a szaunában, és akkor így beszélgetnek egymással, és azt mondja az egyik, hogy te hallod, figyelj, hogy állsz a megszentelődéssel. És akkor azt mondja a másik, hogy figyelj, durván, nagyon durván elcsúsztam. Hát múltkor is én vettem ki az utolsó szelet pizzát, te fú, annyira gyötör a bűntudat, nagyon, tökre szégyellem magam, nagyon gáz. És akkor mondja a másik, hogy fú, hát figyelj, nekem nagyon bejön az a szőke ciklon a villában, olyan plastikája van, hogy csak na, múltkor nem is volt rajta melltartó, érted? Annyira oda akartam nézni, de inkább eljöttem, inkább kimentem az egészből, nem is vacsoráztam, böjtöltem, mert fú, nagyon gáz, nagyon nagy kísértés volt. Nem akartam egész éjjel ilyeneken gondolkodni. És akkor, kemény, nagyon kemény, na majd imádkozom érte. Tehát nem tudom, nem nézem, lehet, hogy ezek mennek a szaunába, a Való világba, de kétlem. Tehát kétlem. Vagy legalábbis ezeket nem vágják be az összeállításokba, azt feltételezem, még ha vannak is ilyen közös imádkozások, nem ezek kerülnek bele valahogy a hírekbe. Szóval nem szoktunk így a jelenlegi világi életben, a Való világban ilyenekről beszélni, legfeljebb néha az ember száján kicsúszik olyan, hogy hétszentség, meg ilyen fogalmak, de hát ez mégse az, amiről a Biblia beszél. Na most ciki egy kicsit erről beszélni, és különösen hívőknek ciki, hogyha nem hívőkkel beszélgetnek. Azt gondolja az átlag ember, amikor azt a szót hallja, hogy szentség, hogy cölibátus. Valahogy ez, hogyha valaki szent, akkor biztos azt jelenti, hogy hát nincs nője, nem is akar megnősülni, nem szabad szexelni, nem szabad sokat enni, inni, szóval semmit nem szabad csinálni, ami szerinte a boldogság szerves része, ami hozzátartozik a boldogságunkhoz. És azért ebben van egy kis igazság, tehát tegyük a szívünkre a kezünket, egy kicsi igazság azért van ebben, ha elképzelünk egy szent embert, nem az jut eszünkbe, hogy vedel, hogy zabál, és hogy orgiákra jár. Ha magunk elé képzelünk egy szent ember, gondolom én, legalábbis nekem nem ez ugrik be, tehát ha elképzelek egy szent ember, tegyük fel, hogy van ilyen, akkor kijelenik meg előttünk. Lehet, hogy egy keresztelő Szent János ilyen tevesző ruhába, egész nap eszi a magokat, meg a nem tudom, az erdei mézet, vagy egy asszisi Szent Ferenc kimegy, és akkor prédikál a galamboknak, és stb. Biztos, hogy nem egy kövér pálinka foltos pólójú élveteg ember jut az eszünkbe a szent embernél. Na most, mégis itt az ige nem egy olyan valakiről beszél, aki megtagadja magát, és arra törekszik, hogy Isten minél jobban elfogadja őt. A Biblia azt mondja, hogy Isten, ami megszentelünk.
Azért Isten a mi megszentelőnk, mert saját magunktól még ezt is elszúrnánk. Ezt se tudjuk megcsinálni. Emlékszem, egyszer olvastam Oliver Cromwellről, a nagy angol szabadságharcosról egy könyvet, egy életrajzot, és ő ugye a 17. században igyekezett egy királyság, király nélküli parlamentáris demokráciát létrehozni Angliában, és ő nagyon keménynyakú protestáns volt, egy harcos szent, és annyira szent volt, hogy még a katonáknak is kiszedegette a legszebb zsoltárokat, és egy külön ilyen katonai imakönyvet készített nekik, amiben hát olyan zsoltárok voltak, hogy hát nem tudom, karddal futamítsuk meg a gonoszt, meg Isten megátkozza az ellenségeinket, meg szóval ilyen harci zsoltárokat nyomtatott, tiltotta a táborban az ivást, a paráználkodást, mindent, és így mentek például a katolikus íreket lekaszabolni, és hát zsoltárokat énekelve a harc közben. Nagyon kemény ember volt, többször szétkergette a parlamentet. Ha úgy látta, hogy nagyon korruptak a képviselők, akkor szétkergette, de akkor is szétkergette őket, hogyha ilyen teszetosza képviselők voltak, semmit nem tudtak megszavazni, se kétharmaddal, se egyszerű többséggel, fogta, szétzavarta őket, új választásokat, vagy új képviselőket hívott be. Na most a páncélzata miatt az ő katonáit sokszor hívták vasbordájú szenteknek. Tessék? Igen, azt is, de ez a misa, a borda, elfelejtettem, na angolul. Igen, iron rib, nem tudom, mindegy, vasbordájú szenteknek szentként is utaltak Cromwellre. És hát Cromwellt olyan dicsőség és tisztesség övezte, mint egy félisten. Egyetlen egy hibája volt, hogy nagyon félt attól, hogy majd merénylők őt lelövék. És pontosan azért, mert hogy félt a merénylőktől, a farzsebében mindig hordott két pisztolyt. És a legenda szerint golyó sem érinthette őt, és egyszer megbokrosodtak a lovai a hintóban, amit amiben utazott, és ezzel kapcsolatban azt írja Szántó György Tibor, hogy annyira megbokrosodtak a lovak, hogy őttan ücsörgött a hátsó ülésen, de hát nagy volt az ötkülés, és elsültek a pisztolyok, és fenéken lőtte saját magát. Na most hát ugye ezzel kapcsolatban van az a nagyon-nagyon szép kifejezés, hogy Oliver Cromwellt annyira tehetetlen emberek vették körül, hogy még a saját fenékbelövéséről is neki magának kellett gondoskodnia, mert a merénylők még ehhez is bénák voltak, vagy az ellenségei, akik körbevették őt. Na így vagyunk ezzel egy kicsit mi is, hogy szeretnénk szentek lenni, de magunktól nem megy. Tehát még ehhez is bénák vagyunk, hogy saját magunk fenékbe lőjük magunkat, vagy ahhoz is bénák vagyunk, hogy saját magunk megszenteljük magunkat. Még a saját megszentelődésünkről is Istennek kell gondoskodnia. Ezt miért mondom? Azért mondom, mert ez egy picit más, mint Isten igazsága. Picit más ez az ige. Isten igazságával kapcsolatban nem azt mondja a Biblia, hogy én vagyok a nektek igazat adó. Hanem ott van az igazság, és nekünk kell azonosulnunk Isten igazságával. A szentséggel más a helyzet. Nem azt mondja Isten itt, ezen a helyen, van ahol mondja, de ott más kontextusban, hogy én vagyok a szentség. Gyere és legyél szent. Azonosulj ezzel a szentséggel. Ez is igaz lenne, de ő azt mondja, hogy látom, hogy azért nagy kihívásokkal küszködsz. Én jövök le hozzád, és én leszek a te megszentelőd. Az egyház 2000 éves történetében hajlamosak vagyunk mindig a ló egyik vagy a másik oldalára esni, és a legjobb esetben is háttal ülünk fel a lóra. Tehát ez még a legjobb eset, de egy nagy felfedezése az egyháznak, hogy van háta is a lónak. Tehát nem csak jobb oldala van meg bal oldala, hanem van háta is, amin lehet lovagolni. Van az, amikor saját erőből nekifeszülünk a megszentelődésnek. Ez kb. Olyan, mint a bulvárlapokban, amikor a különböző celebek ilyen nagy garral bejelentik, hogy fogyókúrázni kezdene. És akkor megtartják, 3 napig csak káposztalevest esznek, vagy nem tudom, milyen ilyen fogyókúra receptek vannak mostanában. És azután pedig jön a füstölt kolbász, fehér kenyér, somlói galuska, tehát így az kell ebben a palacsintával, stb. Tehát 2 napig nem eszem semmit, de aztán kieszem a hűtőt. Körülbelül ilyen a megszentelődés kísérletünk. Na majd most megmutatom Jézusnak, hogy kell ezt csinálni. Tehát
Ő 40 napig bírta, én legalább 3 napig fogom bírni, de lehet, hogy 41 napig is, és akkor elhatározom, most olyan szent leszek, minden reggel este 2 órát fogok imádkozni, olvasom a Bibliát, egy egész könyvet elolvasok a Bibliából naponta, és aztán a 3. nap reggel elalszom, és bukik az egész rendszer, és hagyjuk az egészet a francba, és akkor 1 hétig elő se veszem az igét, vagy nem is szólok oda Jézushoz. Vagy a másik lehetőség, hogy tényleg megcsinálom, és akkor 2 óra, fel kell hajnalni 4-kor, és akkor 6-ig tanulmányozom az igét, és imádkozom, de véletlenül rám nyit a gyerek, vagy valaki, és akkor leüvöltem a haját, hogy hát nem hagysz már megszentelődni, hát hogy miattad nem tudok kedves lenni, és szent lenni. Körülbelül ide vezet a saját erő. Ez a saját erőnk. És hát ugye van a másik véglet, ami a 3. nap káposztaleves után jön, hogy hát hagyjuk az egészet, akkor inkább nem kelek fel, inkább olyan helyzetbe hozom magam, hogy még időm se legyen arra, hogy kinyissam, majd Isten megszentel, ha akar. Emlékszem arra, most ezt a részt majd kivágjuk a felvételből, olvasgattam a reformáció korából ilyen protestáns nagyuraknak a leírásait és életrajzát, és az ő bizonyságtételeit arról, hogy hogyan szentelte meg Isten őket. És némelyik ilyen protestáns fejedelem például a Szentlélek erejének tulajdonította a saját impotenciáját, mert hát leírja, hogy hát igaz, hogy ráfeküdt vagy 20 fehér cselédre, de mindig cserben hagyta az ő testi ereje. Isten elkezdte a megszentelését, úgy érezte, hogy ez annak a jele. Ez nem így működik. Szóval ez nem így működik. Nagy titkot mondok el, a lónak van háta, nem csak egyik vagy másik oldala. Nem, természetesen nem megy anélkül, hogy valamennyire lemondanánk a saját kényelmünkről. Nem megy anélkül, hogy időnként áldozatokat hozzunk. De kizárólag saját erőfeszítésből nem fog menni. A keresztény élet sok ember esetében arról szól, hogy megpróbálja kicselezni a Szent Lelket. Megpróbál valamilyen módon egy kiskaput találni, és mi magyarok ebben jók vagyunk. Előttünk megy be a Szentlélek a forgóajtón, de mi majd megelőzzük valahogy menet közben. Ez a mi hozzáállásunk, hogy jó, megszentelődés, vagy én csinálom meg, vagy nem csinálom az egészet. Az, hogy egyszerre mozduljunk Istennel, az olyan macerásnak tűnik. De Istent nem lehet átverni. Arról szól a keresztény érettségre való jutás, hogy nem próbálunk állandóan kötényt rúgni Istennek, valahogy kicselezni őt. Elismerjük, hogy nála van az igazság, és ő tud lenni a mi megszentelőnk. Úgy időnként felbuzdul bennünk a vágy, hogy Uram, legalább egy kicsit hagyjál gyűlölködni. Egy kicsit hadd irigykedjek legalább. Egy kicsit hadd paráználkodjak. Hűséget és nem vakságot fogadtam, van ez a mondás. Egy kicsit hadd irányítsam én a karrieremet. Egy kicsit hadd én mondjam meg másoknak, hogy mit tegyenek. Hidd el, Uram, itt sokkal jobb lesz a világ. Nem lesz jobb. Így az emberiség elmúlt évszázadai arról szólnak, hogy nem lesz jobb így, ilyen esetekben. A mi dolgunk az, hogy felismerjük, szükségünk van Istenre úgy, mint a mi megszentelőnkre, és úgy is, mint a mi igazságunkra. És jogot kell neki adnunk, hogy ő legyen az igaz, ő legyen a szentség, a megszentelőnk a mi életünk felett. Amikor azt látjuk, hogy valamilyen zsákutcába kerül az életünk, valamivel nem tudunk megbirkózni, akkor megálljunk és azt mondjuk, hogy Uram, mit csinálok rosszul? Mit kellene másképp tennem? Ez és ez nem működik az életemben. Mit tehetnék azért, hogy működjön? Hogyan tudna a te erőd jobban kiáradni ezen és ezen a megszentelésre váló területen? Elismerem azt, hogy sokszor azt gondoljuk, hogy nem bírjuk ki. De a jó hír az, hogy még az erőt is Isten adja nekünk ezekben a percekben, pillanatokban. Ha elkezdjük átadni az életünket Jézusnak, pillanatról pillanatra, egyik területről a másikra, először azokon a területeken, ahol megy, akkor kaphatunk további erőt, hogy azokon a területeken is működjön, ahol egyelőre még nem megy. Add át ma Istennek, amit át tudsz adni, és a többit bízd az ő megszentelő erejére. Arra kérlek, hogy így most befejezésül megint fordulj oda a szomszédodhoz, és kérdezd meg tőle, hogy mi az, amit most át tudsz adni Istennek? Mi az, amit most képes vagy átadni Istennek?
hallgass meg a válaszát, majd cseréljetek, jó? Egy percben, röviden. Jó, ha nincs párod, akkor csak magadtól kérdezd meg. Cseréljetek. Még egy utolsó kérdést tegyetek fel egymásnak, és ez az a kérdés lenne, hogy mi az, amit nem tudsz átadni most Istennek? Mi az, amit nem tudsz átadni Istennek? Csere, még nem lett volna. Most arra kérlek, hogy röviden imádkozni fogok, és miközben imádkozom, próbáld gondolatban követni az imát, és gondolja társadnak arra a területére, amit úgy érzett, hogy nem tud átadni Istennek. Jó? Tehát így közösen imádkozunk egymásért. Istenünk, köszönjük azt, hogy Jézus nevében te vagy az igazság. Nem a mi igazságunk, hanem az abszolút igazság. De köszönjük azt is, hogy te képes vagy ezt közölni velünk. Ami a megszentelődést illeti, hiszünk abban, hogy te képes vagy megszentelni minket. Nem azért, mert mi olyan könnyű esetek lennének, hanem azért, mert te olyan erős vagy. Kérlek, segíts átadni az életünknek azokat a területeit, amiket át tudunk adni. És arra kérlek, hogy a te kegyelmedből segíts átadni azokat a területeket is, amiket úgy érzünk, nem vagyunk képesek átadni. Kérlek, hogy az elkövetkezendő héten adj nekünk apró jeleket, bizonyságokat, amiből kiderülhet, hogy lehet, hogy te mégis képes vagy megszentelni minket. És add, Uram, hogy egy hét múlva sok ilyen bizonyságot tudjunk egymásnak mondani. Jézus nevében. Amen.